Figyelem, törpjeim! Az idei karácsony igazán különleges lesz, mert idén már törpicurral ünneplünk. Fogjunk össze, törpök! Tegyük olyan különlegessé, hogy törpicur soha ne felejtsen! Na igen, jó ötlet! Ez az! Már meglátod, törpikém, hogy ez az ünnep arról szól, milyen jó is adni. Ilyenkor sokat zenélünk együtt. Ez vicces! Mindenki hamis, csak én, nem? És mindenféle finomságot készítünk. Tessék, segítsetek kihúzkodni a törpbogyó karamelt. Majd te nyújtod, én meg közben irányítok. Jól van, ügyi fogyi, húzd meg jobbra, és most balra. Emeld fel, húzd oldalra, majd hátra. Nem, nem, rosszul csinálod, majd én. Törpapa! Ünneplésként fagyöngyöt gyűjtünk a nagy tölcsfáról. Itt jön még egy! Elég lesz, ügyi! És puszit adunk alatta. Utálom az egészet. És fagyöngyel díszítjük fel az egész falut. Idén nem csak fagyöngyel, törpapa. Ezek a piros és zöld pelenkák biztosan karácsonyi lázba hozzák majd törpicurt. Olyan sokat készítettem, hogy egész évre futja. Milyen gyönyörű időszak ez! Úgy tűnik, a világon mindenki boldog és ünnepi lázban ég. Egészen biztosan azt hozza majd a télapó, amit kértem tőle. Szia, miau! Ideje, hogy végre válaszoljon a leveleimre. Kedves télapó, egész évben jó fiú voltam, karácsonyra. Egy törpöt kérnék. Mivel nagyon jó voltam, legyen inkább mindjárt 6 törp. Üdvözlettel, Hókuszpók! Tudom, hogy minden évben ezt írom, szia, miau, de egyszer csak bekapja a csalit, csak kitartónak kell lennünk. Idesüs, te minden évben kapok egy ilyen apró csomagot, és minden évben felrobban. Nos, idén azért sem fogok bedőlni neki. Nyavajás törpök! Kérlek, télapó, hozd nekem idén törpöket! Kérlek szépen, könyörgök! Könyörgök! Kedves télapó! Kedves télapó! Elfog az undor ettől a megszólítástól. Minden átkozott karácsonykor kitör az ajándékozási kedv. Szerte a világban! És ez bizony a szeretet jele. Hogy utálom a szeretetet! Nos, kedves télapó! Idén különleges ajándékom van a számodra, a gyűlölet csókja! Díszítsünk fel minden házat, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Legyünk végre mind vidámak, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ó, te jó ég! A gyerekek listája minden évben egyre hosszabb lesz. Idén kétszer annyi ajándékot kell vinnem nekik. De persze! Kétszer annyi mosolyt kapok értük. Nézzenek oda, egy kis kutya! Biztos fázol és éhes vagy. De most már egy percig se aggódj, kutyuska. Egy percig se aggódj, anya. Majd én ápollak téged. Jaj, Erik, bár neked is olyan karácsonyod lehetne, mint a barátaidnak. Igazi karácsonyi vacsorával és ajándékokkal, hiszen nincs másunk, csak egy kis kenyerünk. Itt vagyunk mi ketten. Csak ez számít. Te most pihenj szépen. Kedves télapó, milyen éved volt? Én egész jó fiú voltam idén, de most nem kérek tőled ajándékot karácsonyra, csak azt, hogy gyógyítsd meg az anyukámat. Szeretettel, Erik Norton. Ó, kedves télapó, micsoda ajándékom van neked! Klorihidroz! Ott van! Fagyöngy! Hozom, asszonyom! Nem kell sok!
csak annyi, ami épp elég egy csókhoz. Végül is Télapó volna az utolsó, aki megtörné ezt a karácsonyi hagyományt. Ez jó lesz, asszonyom! Nagyszerű! Mit akarhat Glorihidra a fagyöngyel? Hiszen az a szeretet jele, amit a legjobban utál. Déjà vu, nagy gonoszságot tervez. Gyerünk, utána kell járnunk. Utálok utána járni. Induljunk, Reeves! Még egy pak savét a levél a gyerekektől. Milyen kár, hogy nincs egy kis segítségem az olvasáshoz. Kedves Télapó, idén is jó fiú voltam. Karácsonyra egy törpöt kérek. Ez a hókuszpók. Minden évben törpöt kér, és nekem elképzelésem sincs róla, miről beszél. Furcsa egy fiú, nagyon furcsa. Jó estét, asszonyom, és kellemes ünnepeket! Most költöztem a szomszédba, hoztam egy kis ünnepi hangulatot. Ó, na hát, fagyögyből sosem lehet elég. Ki az a férfi, törpapa? Ő a Télapó, aki minden évben karácsonykor ajándékot visz a gyerekeknek. De miért látogatná meg őt, Glorihidra? Kellemes karácsony, szomszéd. És kellemes kar... Karácsonyt? Kit érdekel a karácsony? Kifelé! Koldulj máshol! Működött! Nagyszerűen működött! Irány haza! De szélsebesen! Idén senki nem kap ajándékot! Sőt, soha többé! Esetleg majd megsütöm, esetleg megfőzöm, vagy hidegen tálalom, de lehet, hogy majd grillezem. Olajban dinsztelem, a törp incsiklandozha. Ó, Cészus, úgy döntöttem, hogy a karácsony az a kedvenc ünnepem. Igen? Mert idén karácsonykor biztosan kapok hat törpöt. Sülve is jó, és főzve is jó, vagy ha hidegen tálalom. Pirítható és dinsztelhető a törp. Lelépni, arcátlakölykök! Nyavajás, semmire kellők. Sülve is jó, főzve is jó, vagy ha hidegen tálalom. Amikor a fagyöngy elteketedik és elég, a csókját gonoszságra használták. Jól értem, Glorihidra elvarázsolt a Télapót. Attól tartok, ügyi. Ó, szegény kis kutyus, hogy lehetett a Télapó ilyen kegyetlen? Úgy, törpilla, hogy Glorihidra varázsigéje megkeményíthette a szívét. Pedig olyan kedvesnek tűnt. Nem tudod őt visszavarázsolni, törpapa? Nem, törpöltő. A szeretetnek belülről kell jönnie, a szíve legmélyén kell éreznie. Azt hiszem, végigalszom a karácsonyt, és teszek az egész üzletre. Több egek! Kifejezi be a játékokat! És kiviszi el őket! Nos, drága törpjeim, ti hajlandóak volnátok lemondani az ünnepetekről és befejezni Télapó munkáját? Igen, törpapa! Nem engedjük, hogy a gonosz Glorihidra bárki karácsonyát tönkre tegye! Karácsony! Ó, kit érdekel? Gyorsan, törpjeim, gyertek, de maradjatok csendben, nehogy felébresszétek a Télapót. Segítünk a Télapónak, hogy boldog legyen minden gyerek. A karácsony minden évben a törpök kedvenc ünnepe. Tomi egy hintalovat szeretne. Fredrik pedig egy dobot, szépet. Kéti egy babát, ami beszél. Billy egy kejfejancsit kér. Örömmel dolgozunk, mert tudjuk jól, így kerül a gyerekek arcára mosoly.
Vigyázzunk, bukkanak fel, itt is, ott is, alapul is. Remek móka, közös munka, vidámságot csicsalni. Illetet a sok csicsalat, széles mosolyt csalni. Dulifuli, vidám arcokat! Azt mondtam, fes vidám arcokat! De utálom a vidám arcokat! Jól van, törpjeim! Minden gyereknek elkészült az ajándéka, aki levelet írt idén a télapónak. Nem hagytunk ki egy levelet se! Már csak egy kis csomagolópapírra van szükségem, talán a szekrélyben találok egy keveset. Törpapa! Nos, törpjeim, úgy tűnik a munkánk mégsem ért véget. Mi folyik itt, kérem? Kik vagytok, apróságok, és mit műveltek idebent? És te mit keresel itt? Törpöljünk el innen, törpapa! Ne féljetek! A télapó jó ember, csak épp gonosz varázslat hatása alatt áll. Engem nem varázsoltak el, és még mindig nem tudom, miért vagytok itt. Törpök vagyunk, és azért jöttünk, hogy befejezzük a munkádat, és az ajándékok mind célba érjenek. Ugyan, engem nem érdekel ez az ajándékozósdi, de ha ti fecsérelni akarjátok az időtöket... Igyekezzünk, nincs vesztegetni való időnk. Szükség van még egy tűzoltóautóra, 4 rongybabára, 6 plüsmacira és pár fakockára. Fantörpikus, sosem gondoltam volna, hogy végzünk. Itt az utolsó törpapa. Köszönöm, törpicúr. Felszállás, törpök, ideje végre elindulni. Megcsináltuk! Elkészítettük az ajándékokat a gyerekeknek! Jól van, rénszarvasok, indulás! Ugyan, barátaim, sietnünk kell! Késésben vagyunk! Ó, törpapa, a rénszarvasok meg sem mozdulnak! Utálom, hogy nem mozdulunk! Valószínűleg Lori Hidra őket is megcsókolta! Nem, csak be vannak tanítva. Nem mozdulnak a mesterük nélkül. Attól tartok, Lori Hidra terve sikerrel járt. Így képtelenség elszállítani az ajándékokat. Fújd el a gyertyát, Erik. Ez az utolsó darab. Igenis, anya. Aludj jól. Tudom, hogy reggelre már jobban leszel. Végül is holnap karácsony van. Igen. De arra sincs pénzünk, hogy gyertyát vegyünk. Nem, hogy ételt a vacsorához. Figyeld meg, Siamiau! A mostani lesz a legfinomabb karácsonyi vacsoránk! Törp áfonyaszószban, szilvatöltelékkel, gyömbéres törp kekszel és törp pitével. És persze, szükség lesz egy jó adag karácsonyi törp puncsra is. A puncsot szeretem a legjobban! De ehhez az kell, hogy a télapó teljesíts a karácsonyi kívánságomat! Jobb lesz, ha elhasszom, hogy a vén dillinyós belopózhatod ide, és valóra válthassa a kívánságomat! Végtére kedves és nagy lelkű voltam egész évben, nem igaz? Úgy van! Jutalmat érdemlek! Már csak egy dolog van hátra. Egy ünnep olyan, amilyennél mi magunk tesszük. Én ebben az évben elintéztem, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretem. Szürke, szomorú, na és ajándékmentes. Ami azt jelenti, hogy ez lesz a valaha volt legboldogabb karácsonyom. Minek kezdtem egyáltalán ajándékokat osztogatni a gyerekeknek? Megmondtam, hogy hagyjatok békén. De télapó, a rénszarvasok nem indulnak el nélküled. Ez már a ti problémátok. Na ide figyelj, télapó! Te indítottad el ezt az egész hagyományt! Neked is kell fenntartanod! Már pedig én sehova sem megyek! Ami azt jelenti, hogy a rénszarvasaim is maradnak, és az ajándékok sem mennek sehova! Ó,
Törpapa, nem tudod valahogy feloldani ezt a varázslatot? Talán emlékeztetnünk kéne rá, hogy érzett korábban. Ki engedett vissza a házba? Mi ez? Még egy ostoba levél? Kedves télapó, idén nem kérek ajándékot karácsonyra, csak gyógyítsd meg az anyukámat, szeretettel Eric Norton. Ő a legszegényebb a faluban, mégsem kér tőlem ajándékot. Egy boldog szív erővel tölti fel a leggyengébb testet is. És a télapó sok boldogságot hozám. Nem szabad feladni. De ha egyszer nem érzek úgy, ahogy szoktam. Fésás, szállj le a szakállamról! Hé, gyere ki onnan! Fejezd be! Ez csíkiz! Ó, na hát, kissé elszédültem. Igazán? Jó. A szeretet, ami a szíved mélyén lakozik, éledezik Eric levele és Törpicúr puszija miatt. Éjjel! Oh, úgy érzem, mintha nagy kő gördült volna le a szívemről. Mi a helyzet, kutyuskám? Találkoztál már Törpicúrral? Te jó ég! Az ajándékok! Igaz, Törpapa, hogy a szánom szélsebesen szágult, de így se fog odaérni minden házhoz karácsony reggelig. Nincs elég időnk! A rénszarvasok nem így gondolják, télapó. Tegyünk egy próbát, azt mondom. Na jó, megpróbálhatjuk. Csodás! A rénszarvasok repülnek! Utálok repülni! Repülő rénszarvasok, igazi csoda! Akkor hát induljunk! Repüljetek, barátaim! Ho-ho-ho! Boldog karácsony! Mi volt ez? Na hát! Télapó egy repülő szánon, és kis kék manók segítenek neki. Ha? Eltűntek. Repülő rénszarvasok és kis kék manók? Ah, biztos csak álmodom. Anya! Anya! A télapó karácsonyfát is hozott, és ünnepi vacsorát. Meg egy kis kutyát! Ó, na hát! A télapó idén igazi csodát tett velünk. Nem is értem, hogy csinálja. Anya! Nem lenne szabad felkelned. De már sokkal jobban érzem magam. Sőt, olyan boldog vagyok, már nem is vagyok beteg. Jaj, anya! Ez a legszebb karácsonyom! Ó, ez lesz a legszebb karácsonyom, mert ez lesz egyben a legutolsó is. Abban a házban egy kisfiú él a beteg édesanyjával. Ezt nem hagyhatom ki. Riz, itt álljunk meg! A fiú egész biztos vörösre sírta a szemét. Az volt, hogy felébredt ma reggel, és semmit sem találtak itt ez zoknikban. Semmit! Ó, nincs is ennél nagyszerűbb. A manóba, a télapó valahogy megtörte a varázsigémet. De ezzel még bizony nincs vége. Vagy ne legyen a nevem Klorihidra! Mire vársz? Indíts! Te előtte várj meg engem! Te ostoba! Tökelütöd, barom! Vajon hány törpöt hozott nekem a télapó? Egyet sem, szia, miau, a vindisztó, semmit sem hozott nekem az idén, semmit! Várjál csak, itt van valami.
A levelem egyáltalán nem győzte meg a téllapót. Vagyis csak egyet tehetünk, kivételesen. Jók leszünk a következő karácsonyig. Jók? Ha miről hablatyolok én itt? Boldog karácsony mindenkinek! Boldog karácsony, törpicó! Nagyszerű! Törpicó első kalácsonya fantasztikusan sikerült. De törpapa, még mindig nem értem, hogy a télapó rénszarvasai hogy tanultak meg repülni. Azt én magam sem tudom, Ügyi. Úgy tűnik, ez már bizony soha az életben nem fog kiderülni. Szia, Törpilla! Szólózni fogok a karácsonyi fesztiválon. Akarod hallani? Jaj, nem! Most nem, majd később. A fa alá kell tennem az ajándékokat. Szia! Dulifuli, akarod hallani a szólómat? Ki nem állhatom a szólókat. Vigyázzatok! Utat, utat! Óvatosan, Ügyi Fugyi! Lassíts! Törpelős, te is vigyázz! Törpök, akarjátok a szólómat hallani? Most nem, Nótata! Törpapa szerint az óriás puding a karácsonyi ünnepek legfontosabb alkotó része, és ettől semmi nem vonhatja el a törpök figyelmét, mert az a puding törpéletességét veszélyeztetheti. Reménytelen, már senki nem értékeli a jó zenét. Akarod a szólómat hallani? Hű, de törpös ajándékaid vannak, Tréfi. Ezek a karácsonyi meglepetéseim, minden törpnek egy. Te is készülj már? Persze, szereztem egy szólót, akarod hallani? Hát, Nótata, várj! Ez nem valami humoros, újat kell készítenem. Már alig várom, hogy elkészüljön. Ez életem legnagyobb pudingja. Nekem köszönheted, hogy nem borult ki a szállításnál. Törpapa biztosan nagyon meg lesz velem elégedve. Akarod a szólómat hallani? Egy kicsit feljebb. Óvatosan a díszekkel, lejjebb, Törpilla. Így jó, tökéletes. Ó, az én kis törpjeim olyan jókedvűek. Ilyen szépen tám még sosem ünnepeltük a karácsonyt. Azóta pedig minden évben karácsony este eljön a télapó fehér szakállával, piros ruhában, s játékokkal teli zsákjával látogatja a világ összes gyerekét. És ajándékokat hoz? Hogy tetszik ez a történet, nagyapa? Tényleg létezik a télapó? Amikor én kisfiú voltam, a karácsony esték kicsit mások voltak kisunokám. Karácsony este! De utálom az ünnepeket, de a karácsonyt azt különösen gyűlölöm, ha csak azokra a kis kékségekre gondolok, akik ilyenkor ajándékokat készítenek, foly de undorító. Szeretik egymást? Én ilyet nem teszek soha, soha, soha! Hé, mit csinálsz ott fent, te buta macska? Egyszer úgyis szőnyeget csinálok belőled. Mi ez? Anya receptje, hogyan tegyük nyomorúságosá életünket? Á, ez az! Így fogom tönkretenni a törpök karácsonyát. Szenvedni fognak, és ha már eleget szenvedtek, elpusztítom őket. Egyenként! Száncsengő, száncsengő, zengő száncsengő, szántázunk a havason, szép a téli cső. Nona, Hami, még ne egyél!
Meg kellett kóstolnom, hogy késze már. Nem azért kóstoltad meg, Hami, hanem azért, mert torkos vagy, és ez nagyon fegyelmezetlen dolog, mert... Okoskap? Rajtad kívül még 99 törp van a faluban. Okoskap? Testvériesen kell elosztanunk a pudingot, mert... Köszönöm. Mint említettem, Hami, az óriás pudingból hiányzik még egy utolsó hozzávaló. Az utolsó dióra gondolsz, törpapa? Igen, ahogy mondod. Arra a hatalmas éret dióra gondolsz, amitől... Megetted? Ne haragudj, nem tudtam ellet állni. Se baj, Hamikám. Majd kölcsön kérek Mókicától. Száncsengő, száncsengő, zengő, száncsengő. Ez a kocsvalék csak akkor lesz tökéletes, szia-biaú, ha hozzáadunk egy csipetnyi patkányzsírt. Anyám is mindig így csinálta. Attól lesz tökéletes. Úgy örül a szívem, cicuskám. Hamarosan elpusztulnak a törpök. Nem értem, hol ronthattam el, cicus? Hát mindent anyám receptje szerint csináltam. Mindent. Jaj. Mindent. Dobhatod, Mókica, tartom. Ez hozzá. Úgy látszik, már kezdek ügyetlen lenni. Kösz, Mókica, és kellemes ünnepeket. Cicus, arra gondolok, hogy mindjárt itt a karácsony, és azok az undorító vakarékok vidáman énekelnek és táncolnak. Hát egészen felfordul a gyomrom. Bár csak kezemben tarthatnám a kis puha testüket. Hát ez meg mi? Ki az? Kik vagytok ti? Segítsen rajtunk, felborult a szánunk, és szegény nagyapánkat maga alá temette. Ugye segít? Mondjátok csak, van pénzetek? Nincs. Akkor tűnjetek innen! Hogy lehet ilyen gonosz? Tényleg az. Gyere, Vili, keressünk más segítséget. Már rég ide kellett volna, hogy érjenek a gyerekek. Nem lett volna szabad a nagyapjukkal elengednem. Menj, szervezd meg a keresésüket. Igen, uram. Szerinted nagyapa már a mennyországban van? Ha meglátod, minden rendben lesz, Vili. Csak szerezzünk segítséget. A pokolba kívánom azokat a kölyköket. Megzavartak a munkámmal. Lássuk csak, hol is tartottam. Á, igen, két csepp denevérköbet. De nem. Hát itt valami nem stimmel. Valahogy el kell pusztítanom azokat a törpöket. Maga kicsoda? Nem az a fontos, hogy ki vagyok, hanem hogy én hatalmat tudok adni magának a törpök elpusztításához. És mondja, mit kér cserébe? Azt a két gyereket akarom, akik elvesztek az erdőben. Megkérdezhetném, hogy miért? Mert bosszút akarok állni, ugyanis a gyerekek nagybátyja, a kedves Béla állandóan beleüti az orrát az ügyeimbe. Mostanában mindig megakadályoz gonosz tetteimbe. El akarom rabolni a gyerekeket. Hadd szenvedjen csak az a nyomorult. Magának az lesz a dolga, hogy megkeresse a gyerekeket az erdőben, utána pedig elmehet a Praja falvába a törpökhöz. Értem. És hogy jutok el oda? Itt minden le van írva. Az, hogy hogyan jut oda, és az is, hogy mi lesz ott a dolga. Á, igen, igen. Már is indulok. Először a gyerekeket keresse meg. Ó, igen, igen, persze, persze, én... Ahó, gyerekek! Hol lehet az a két nyavajás kölyök? Ahó, gyerekek! Ahó, eltűnt az unokaöcsém és a húgom. Nem látta őket véletlenül? Nem, még véletlenül sem. Baleset történt. A nagyapjuk szánya felborult. Az öreg úr jól van, de a gyerekeknek se híre, se hamba. Szegény kicsikék! Majd figyelek, hát ha megláttam őket valahol. 10 aranytallért adok, ha visszajuttatja őket hozzám. Ó, 10 aranyat!
ajánlat, ehhez aztán nagy lelkű ajánlat, de az a legfontosabb, hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Ó, majd imádkozni fogok érettük. Remélem, hogy mielőbb meglesznek. Magának pedig boldog karácsonyt, jó ember! Boldog karácsony maguknak is! 10 aranytallér üti a markomát. Cicuskám, talán mindent megkaparinthatunk. A törpöket is, meg az aranyakat is. Ahó, gyerekek! Ja, én annyira félek, szegény nagypapa. Biztos, ha jól van. Meglátod, minden rendben lesz. Ja. Vékonyka hangja van. Ez egy gyerek. Igen, épp ezt akartam mondani, törpapa. Szerintem jó lenne, ha... Hé, várjatok meg! Hallgassuk. Állj, azt mondtam, állj! Ne bántsátok ezeket a gyerekeket. Ők a barátaink, érted? Ez a télapó? Remélem. Jól van, jól van. Most pedig menjetek utatokra. A nagyapánk megsebesült, mert felborult a szánunk. Segíts, kérlek. Hol a nagyapátok? Ott a szánnál. Törperős, okoska, ügyifugyi, megkeresni a szánt. Igen, kérlek, törpapa. Törpilla, menj vissza a faluba. Segítségre lesz szükségem. Igen, törpapa. Gyermekeim, ne aggódjatok. Te vagy a télapó. Még hogy én télapó. Itt van, gyertek! Jaj, ne haragudj, törperős! Látsz itt valahol nagypapát, okoska? Nagypapát nem látok, de az biztos, hogy errefelé emberi lények jártak. Akkor ezek szerint akár vissza is fordulhatunk. Ó, törperős! Okoska! Ezt nézzétek, mi van ide írva! Nem az a lényeg, hogy mi van ide írva. Sokkal fontosabb az, hogy mit jelent a szöveg. Akkor magyarázd meg! Kedves gyerekek, nagyapátok jól van, maradjatok a szánnál, jövök nem sokára. Várjatok meg, Edgár bátyó. Az üzenet nyilvánvalóan nem nekünk szól. Hiába is jöttünk ide, diteregve, a nagy szimankóba. Várjatok meg! Először is átadjuk a gyerekeket az idegennek. Elpusztítjuk a prajafalvát, aztán a mentő sereg elmegy az idegenhez, hogy átvegye busás jutalmát. Tökéletes a terv, zseniális vagyok! Ha-ho! Gyerekek! Ha majd nagyapa megtudja, hogy láttuk a télapót, és a kedves barátait. Itt ez az incsiklandozó puding, és még egy falatot sem ettem belőle. Jaj, hamikám, ne légy ennyire önző. Az ünnepek alatt a törp inkább adjon, mint kapjon. Mivel a szentestét távol az otthontól töltitek, kérem, fogadjátok el ezt a kis ajándékot. Köszönjük, ez nagyon kedves tőle, télapó. Micsoda, télapó? Ó, milyen gyönyörű. Köszönöm. Törpapa! Törpapa, megtaláltam a szánt. Volt ott egy levél. Azt írta a nagybátyátok, hogy a nagyapátok jól van, és hogy... És hogy maradjatok a szánnál, mert ő is visszamegy oda. Bizony, ez jó hír. Én úgy örülök, télapó. Alig várom, hogy újra lássam nagyapát és a nagybátyámat. Indulás előtt még kibonthatjuk az ajándékainkat? Bontsátok ki mindegyiket. Utálom az ajándékokat. Na nem érgelődj már, Dulifuli. Most pedig hallgassátok meg szokásos ünnepi dalunkat. Régi dal és nagyon igaz. A jóság előzi a rosszat, boldoggá tesz téged minden nap. Légy jóságos hát, ne vár mástól a csodát. A jóság előzi a rosszat. És énekeljetek velünk, gyerekek! Boldoggá tesz téged minden nap. Kicsit hangosabban. Törperős, okoska, törpilla, gyűjtsetek egy kis tűzifát. Hatalmas jelző tűzre lesz szükségünk. Hókuszpók! Hoi! Csönd legyen, vagy a macskámmal etetek meg titeket. Gyere, szia, miau! Törpökkel, ma később foglalkozunk. Segíts!
Ó, Térpapa, vajon mit akar ez a gonosz varázsló a gyerekekkel? Azt nem tudom, de biztos valami rosszban sántikál. Most mit évők legyünk, Térpapa? Egyetlen dolgot tehetünk, követjük őket. Ereszten el minket. Mit akar velünk csinálni? Legyen ez az én titkom. Hókuszpók, a gyerekek most az enyémek, ahogy megegyeztünk. Igen, igen, persze, persze, megegyeztünk. Tessék, itt van a tessék, tessék. Én ugye mindig állom a szavam. Ebben biztos vagyok. Nem tetszik nekem ez az idegen. Ahogy megbeszéltük, itt a leírás, hogyan lehet elpusztítani a Traja falvát. Jól van, gyerekek, na most már elmehettek a bácsival. Biztosan szép karácsonyi ajándékot tartogat a számotokra. Úgy, ahogy mondja. Na, gyerünk! Ó, Térpapa, hogy lehet valaki ennyire gonosz? Nekem még rengeteg a dolgom. Á, és most boldog karácsonyt, gyerekek! Mi lesz a faluval? Van ennél is fontosabb. Meg kell mentenünk a gyerekeket. Végre megvagytok, törpök! Ütött az utolsó órátok! Törpök, törpök! Törpök, elmentek Siamiel-ul! Nem baj, vissza fognak jönni! Ó, egek hamarosan el fognak pusztulni! Bűnös erők, mind mi rossz! Jöjjön elő a gonosz! Pusztítsd el a törpöket! Ne lássam már többé őket! Sikerült? Éhesek lesznek, nem lesz otthonuk a nyomorultaknak. Most pedig elindulok innen az alanytal léraimért. Boldog karácsony, törpikék! Innen nem mehettek messzire. Maradjunk itt, amíg nem derítjük ki, miben sántikál. Megvannak a gyerekek! Csak egy idegen elrabolta tőlem szegény kicsikéket, és eltűntek az erdőben. Az nem lehet. Én megpróbáltam őket megmenteni, mindent megtettem. Életemet kockáztatva küzdöttem, azzal az őrülttel. Merre ment az a gazember? Arra ment! Utoljára ott láttam a fák között! Gyerünk utánuk! Várjanak! Mi lesz a jutalmammal? A 10 arany tallérommal! Hogy megkapja, ha megtaláljuk a gyerekeket! Ó, ez aztán az átverés. Az bizony! Az ígéret szép szó, de maga nem tartotta be a szavát. Én? Az nem igaz. Félreértés történt, tudja, én csak... Csönd legyen! Maga most velem jön! Ó, én szívesen mennék, de rengeteg dolgom van, tudja, el kell mennem. Jó, jó, megyek már. Bármit megteszek, amit csak kíván. Csak ezeket hagyjalak békén! Igen, igen, igen! Csak maga után, Hókuszpók! Igen, 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 igen! Nézd, Törpapa! Hókuszpók és Siamiau velük mentek! Szegény kis Vili! Szegény nővérkéje! Sőt, az is lehet, hogy szegény Hókuszpók! Szegény Hókuszpók! Olyan nagyon fáradt vagyok már! Hová visz minket? Ez a hely megfelel! Rá már biztosan nincsen szüksége, úgyhogy én... Ellenkezőleg! Az ilyen visszataszító embereknek én mindig a hasznukat veszem. De. És ezért elkísér engem és a gyerekeket az utolsó utazásra. Azt mondta, nem kell gyalogolnunk. Nem fogunk gyalogolni, te drága kis gyermek. Mégis mondja, hová visz minket? Haza, az otthonomba. Biztosan tetszeni fog. Nem megyek! Senki sem távozhat, amíg én nem akarom. Ne érkezzen már minket! Tűznek izzó sárga lángja, ég riasztón az éjszakában! Adja ezt abba, kérem! Igen, adja abba, kérem, kérem! Én jó leszek, megígérem, hogy jó leszek! A törpiskoláját elkéstünk. Igen, elkéstünk. Talán még nem. Igen, talán még nem. De Törpapa, ekkora gonoszsággal hogy szállhatunk szembe? A jóság és a szeretet sokkal erősebb ennél. Énekeljetek, törpjeim! Micsoda? Úgy, ahogy még sosem énekeltetek, és higgyetek úgy, amint még sosem hittetek. A jóság elűzi a rosszat, boldoggá tesz téged minden nap. Gondosabban! Légy jóságos! Légy jóságos! Ne bántástól a csodát, a
jóság elűzi a rosszat. Mi a fő? Segítesznek! A törpök! El innen, ti vakarékok! Ne hívjátok ki magatok ellen a sorcsot! Télapó, segíts! Ne várd mástól a csodát, a jóság! Hangosabban! A jóság! Hagyjátok abba! Boldogát! Szívvel, lélekkel! Tűzfa emelkedj, gyerekek! Hallotok engem? Ti is énekeljetek velünk, ez az egyetlen reményünk. Jóság előtti a rosszat, boldoggá tesz téged minden. Hagyjátok abba! Ne várd mástól a csodát! Ne várd mástól a csodát! A jóság előzi a rosszat, teli tüdőből! Jóság előzi a rosszat. Tűzfal, emelkedj magasra, a jóság ne törjön át rajtad. Tűzfal, emelkedj magasra, a jóság ne törjön át rajtad. Ti is énekeljetek! Tűzfal, jóság, ne törjön át rajtad. Jóság, olyan undorító! Légy jóságoság, ne várd mástól a csodát, a jóság előzi a rosszat! Előzi a rosszat! Ez eltűnt! Eltűnt! Hála az égnek, hogy jól vagytok. Ó, drága, drága kis unokáim. Aggódtunk értetek. De minden rendben, mert én vigyáztam rájuk, most pedig várom a jutalmamat. Ne hagyd neki semmit. Hogyhogy? Ő rossz volt hozzánk. Tényleg rossz volt? Ez butaság. Csak az erdő titkaival akartam őket megismertetni. Hát tudja, hogy milyenek a gyerekek. Várj, ne bánst, kérlek. Karácsony este van. Ez a megbocsátás ideje. Rá is vonatkozik? Igen, rá is. Na igen, ez a megbocsátás ideje, úgy bizony. Na nekem mennem kell. Szia, miau! Nincs igazság ezen a világon! Nincsen! A télapó mentett meg minket. A télapó? Igen, ő és a barátai. Nem fogod elhinni, mi történt. A télapó? Na nem mondjátok. Viszontlátásra, télapó! Boldog karácsony! Boldog karácsony mindannyiótoknak! És köszönjük! Nincs valami ünnepi hangulat, igaz, törpikéim? Se ajándék, se puding, se karácsonyfa, még meleg ágyunk sincs. De mi megmaradtunk egymásnak, és ez a legfontosabb. Igazad van! Én is pontosan erre gondoltam. Ki nem állhatom ezt, de azért jól érzem magam. Hé, akarjátok hallani a szólómat? Igen! Persze! Halljuk! Ó, de törpompás! Hű, törpapa, nem értem, mi történt. Ezt most én sem értem, de bármi megtörténhet. Vannak még csodák. Ez a remek mű. Há? Ó, úgy szeretem ezt az időszakot. Ilyenkor olyan ünnepélyes a hangulat. Vigyázz már az útból, Dulifoli. El kell kotordom innen a havat az ünnepek miatt. Ki nem állhatom az ünnepeket? Jól van. Hát magadra vesz, te makacs törp. Dulifuli, miért nem segítesz a törpieknek díszíteni? Utálok a törpieknek segíteni! Ugyan már, Dulifuli, azt mindenki tudja, hogy az ünnepeket az előkészületek teszik izgalmassá. Biztosan találsz magadnak valami tennivalót. Még sosem voltak ilyen törpös karácsonyfa díszeink.
Ja, te tényleg így gondolod? Törpök, Dulifuli nem csinálhatna valamit? Úgy szeretne segíteni. Dulifuli, ne segítsen! Ő mindig csak morog. Igen, morog. Valamit biztosan ő is meg tud csinálni. Hát, talán megfesthetni az angyalok arcát, nem? Igen, gyere, élvezni fogod. Jaj, de jó. Kezd ezekkel. Mi ez? Dulifuli segítkezik? Úgy bizony, törpapa, és biztosan tudom, hogy a közösségi munka majd megváltoztatja a hozzáállását. Nem, nem! Ez tragikus! Ez neked angyali arckifejezés? Az angyaloknak mindig boldog az arca. Ki nem állhatom a boldog arcokat? Jaj, te! Jaj! Ó, Amanóba, ez sokkal nehezebb lesz, mint gondoltam. Ó, egek! Most mit évő legyek? Itt a karácsony este és a segítőtársai mind betegek. Rosszabbkor nem is jöhetett volna ez az influenza. Ne aggódj, kedves Mikulás! Én még mindig talpon vagyok. Hát, de már nem sokáig. Legalább a játékok mind elkészültek. De még be kell őket csomagolni. Most mit évők legyünk? Egyszer a törpök már segítettek, talán most is megteszik. Gyere, igyekezzünk! Figyelem, törpök! Utoljára szólítom az önként törpöket! Ki segít tehát kivágni a karácsonyfát? A Manóba, várjatok! Én segítek! Jaj, jaj! Tiha elnézést! Nos, ha mind együtt vagyunk... Várj csak, törpvágó! Dulifuli szívesen veled tart majd, ha megtalálom. Ne haragudj, de törpet nem várhatunk. Különösen nem Dulifulira. Gyertek, törpök! Ó, a Manóba, ez lett volna Dulifuli utolsó lehetősége, hogy segítsen. Törpilla, hagyd már Dulifulit, teljesen reménytelen eset. Jaj! Dulifuli! Á, szóval itt rejtőztél. Hogy fogod megérteni, mi az az ünnepi hangulat, ha egyszer... Törpegek, látod, amit én látok? Egy repülő rénszarvas. Ez biztosan a Mikulásé. Nézzétek, egy levél. Mi a Manó lehet ez? Mi az? Mi az? A Mikulásnak sürgő segítségre van szüksége. A rénszarvas odaröpít bennünket. Igyekezzetek, törpjeim! Dulifuli, úgy tűnik, lesz még egy lehetőséget, hogy a segítségünkre légy. Ki nem állhatom az ilyet? Á, nézd azt a sok boldog embert! Énekelnek, süteményeket sütnek, fákat díszítenek. A szent esténél csak egy dolgot gyűlölök még jobban. Á, és mi az, szinyora? A karácsony napját, te ostoba! Akkor bontja ki mindenki a Mikulás ajándékait. Ha, úgy van! Ha tudnám, hogy hol él az a Mikulás, megakadályoznám, hogy szétossza az ajándékait. De jó ég, lehetséges ez? Micsoda? Lehetséges, hogy elrontatom a karácsonyt? Siess, madara! Kapaszkodjatok, törpjeim, mert megfordulunk. A Manóba, ugye milyen izgalmas ez, Dulifuli? Utálom az izgalmakat! Gyia! Gyorsabban gyerünk már! Nem szabad szem elől tévesztenünk ezt a rénszarvast! Mi az ördögöt csinálsz? Ide készítem a harisnyámat a Mikulásnak. Az idén sok ajándékot kértem tőle. Hagyjad, ne viccelj már! Én évekig írogattam a Mikulásnak, de soha nem kaptam tőle semmit. Még egy icipici törpöt sem. Én viszont biztos vagyok benne, hogy mindent megkapok majd tőle, amit kértem. Különösen, amikor majd elolvassa, hogy milyen jó kisfiú voltam az idén. Nevetséges vagy!
Csak úgy lehet elérni valamit az életben, ha az ember megkaparintja azt, amit akar. Én is ezt teszem majd azokkal a nyavaját törpökkel. Na, mi a véleményed a legújabb álruhámról? És még ő nevez engem nevetségesnek. Jól van, koboldok, igyatok csak. A füvegből készült levesemtől visszatért belétek az élet. Még pár nap pihenés, és teljesen meggyógyulsz. De mi lesz a játékokkal? Ne aggódj, a törpök majd mindent elintéznek. Nos, hogy haladnak az én kis törpjeim? Igazán kitűnően, törpapa. Mindig számíthatsz ránk, kedves Mikulás. Majdnem mindannyiunkra. Ó, Dulifuli, csinálj már valamit. Gondolj a sok kisgyerekre karácsony reggelén. Azzal is segítene, ha nem állna az utunkba. Utálom, ha útban vagyok. Mindjárt készen vagyunk. Mi a következő feladat? Az összes játékot tegyük bele ebbe a zsákba. Az összeset? Egyetlen zsákba? Te biztosan ugratsz minket. De ez egy bűvös zsák, kis barátom. Kezd el megtölteni, és meglátod. Hát, ha te mondod... Ez az, barátaim. Látjátok, feneketlen. Mindegy, mennyi játékot tesztek bele. Még mindig marad hely a többinek. Csak hogy megvan? Az ott a Mikulás háza? Gyia! Ebben a nagy fehérségben könnyű lesz megtalálni a törpicsekeket. Való fatör! Rád, törpvágó! Igen, igazán törpös ez a fa. De nagyon fog ám hiányozni ott az erdőben is. Oda nézzetek, egy hóember! Hűha, elég csúnya szegényke. Vajon miért van nála ez a zsák? Majd mindjárt megmutatom nektek, ottom a teperődött törpicsekek. Húzva! Ó, milyen csodálatosan gonosz lesz ez az idei karácsony. És pillekönnyű, látod? Nem is csoda, hogy olyan sok ajándékot szétoztasz egyetlen éjjel. És ezt nektek is köszönhetem, törpjeim. Hé, törpök, gyertek, ünnepeljünk mi is egy tányér forró levessel, jó? Ez remek ötlet. Jó, menjünk, köszönhetek. Ó, törpegek, hol van Dulifuli? Hát te ott vagy, mondd, te nem jössz velünk? Hol itt az ünnepi szellem? Törpilla, 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 ez az ősz hamára nem létezik. Úgy van, minek vesztegeted az időt, gyere! Dulifuli reménytelen esett? Ki nem állhatom azt, hogy reménytelen esett? Jaj! Jaj! Munka volt, szinyóra! Meglátjuk, milyen boldog lesz a karácsony a Mikulás ajándékai nélkül. Nagyon ízletes ez a leves, Hami. Lehet, hogy magammal viszek egy edényben, amikor majd szétoztom az ajándékokat. Törpilla, mondd, hová mégy? Dulifulihoz. Egy forró levestől talán jobb kedvre derül. Ugyan, semmivel sem lehet jobb kedvre deríteni. De okoska. Törpegek, már megint mi történt? Törpapa, nézd! A játékok eltűntek, és Dulifuli is. Igazán, szembe találkozhatnék már valakivel. Ne! Állj! Oh.
Úgy ne! Ki az az őrült, aki ilyenkor errefelé jár? Hát hókusz-pókuszt tudhattam volna. Szerintem is te, ostoba. Miért nem nézel az orrod elé? Te pedig minek álltál az utamba, te szerencsétlen szörnyeteg? Olyan jó kedvem van, Klorihidra, hogy úgy teszek jó kedvemben, mintha nem is hallottam volna. Aztán nehogy megint az utamba kerülj, te átok. Aj, neki mondhatod! Törpapa, az nyilvánvaló, hogy erre járt valaki. Ó, egek, ha estig nem szerzem vissza a zsákomat, egyáltalán nem lesz karácsony. Szerintem állj elő a számnal és a rénszarvassal, és próbáljuk meg a nyomokat követni. Ez jó ötlet, törpapa. Na és Dulifuli? Ha megtaláljuk a hiányzó zsákot, szerintem hamar meg lesz a hiányzó törp is. Ó, de jó lesz, amikor a Mikulás elhozza a játékaimat. Végre megszabadulok ettől a sok kacattól. Te, lehet, hogy ez tetszene neked. Jaj, köszönöm. Gonosz vagyok, mindegy át, reszkesetek. Helye, visszajöttem. Csak nem azt akarod mondani, hogy fogtál néhány törpöt? Na, ezt nézd meg, kedvesem! Mi ez? Na hát! Na, hová lettek a törpjeim? Várj csak! Ha. Játékok, játékok, játékok! Te, ez még mindig tele van. Na, elég már! Na hát, Hókusz, szóhoz sem jutok. Hé, miről beszélsz? Ezt tőled kaptam, igaz? Úgy látszik, ez az időjárás elvette az eszedet. Ez meg mi? Boldog karácsonyt kíván a Mikulás. Na hát, ezek az ő játékai. Hát persze, Klorihidra ellopta őket. Aztán véletlenül elcseréltük a két zsákot. Akkor az enyém az összes játék. Mind az enyém. Ne légy nevetséges! Tegyél vissza szépen mindent, hogy visszacserélhessem a zsákokat! Na, csináld, amíg én felöltözöm! De... Nem hallod? Tegyél vissza mindent! Na, majd meglátjuk. Sietnem kell. Lássuk csak, mit is tegyek bele? Megvan! Ne csapkodd már azokat a játékokat! Jó, jó, Hókusz! Elnézést! Azt fogja hinni, játékok vannak benne? Így, mindjárt más. Mi az? Már is végeztél? Ellenőrizheted? Nagyon gyors voltál. Hát, igen. Jól van, Willy. Majd veszek neked játékokat, miután aranyra változtattam a törpöket. Na hát, Hókusz, milyen nagy lelkű vagy. Hurrá! Most már mind az enyém. Csak valami jó rejtek helyet kell találnom nekik. Tiszta a levegő. Gyere, szia, miau, siessünk. Milyen pazar karácsony lesz ez az idei? Ó, Dulifuli, csinálj már valamit! Gondolj a gyerekekre karácsony reggelén! Dulifuli, teljesen reménytelen eset! Utálom a reménytelen eseteket! A nyomok egyre halványabbak, törpapa! Akkor kövessük őket a földön. Ha eltévedünk, elveszítjük a játékokat. De Dulifuli biztosan tudja, ki vitte el azt a zsákot. Ha Dulifulira kellene számítanunk, búcsút mondhatnánk a karácsonynak. Kapaszkodjatok, barátaim, leszállás! Milyen csodálatos tűz lesz ebből! Hogy bizony, jó forró lesz! Hűha, törpvágó, mi folyik itt? Mintha tüzet akarnának gyújtani.
Történelmi pillanat ez, madárkám. A karácsonyi ajándékok lángba borulnak. Hűha, én füstszagot érzek. Hűha, törpök, készüljetek! Ugorjunk! Mi ez? Mi ez? Hűha, hová megyünk? Nem tudom, de ugráljunk. Gyere vissza! Menjünk! A törpjeim! Micsodáid? Elcseréltük a zsákjainkat. Neked köszönhetően, te balga alak. A karácsony estéknek vége, nyavajás kis törpicsekek. Ezek a játékok? Hát nem látod? Nem tudom, mit tesznek a gyerekek ezen a sok kacaton minden évben. Minek neked azok a játékok? Ide néz! Ég veled, karácsony! Atya világ, hát ez ugyanolyan gonosz, mint én. Csűha, vagy még gonoszabb? Nem fogod te ezt mondani, ha elviszlek a kaibámba. Jól van, hókuszpók, megkaptad a törpöket. Most pedig megmutatom, hol az ajtó. Jaj! Ezek nem játékok. Mit műveltél vele? Te! Pedig annak kellett lenniük, ha csak... Ajajajajajaj, valami nagyon büdöset érzek. Oh, ez itt tökéletes rejtekhely lesz, cicus? Igen, az lesz. Gyere, most már menjünk vissza. A holnapi napot a játékaim között akarom tölteni. Ki nem állhatom a játékokat. Utálom azt, hogy Tudod, Siamieu, ha arra gondolok, hogy azok a szegény gyerekek holnap egész nap várják az ajándékokat, mindjárt elnevetem magam. Szerintem Willinél van az igazi zsák, egészen biztos. Remélem is, különben egy törpöt sem kapsz karácsonyra. Nézd, ott van az a két haszontalan. Most megvagy! Jaj! Na, hol van? Hol az a zsák? Nem mondom meg, azok az én játékaim! Mind! Jaj! Egy törp! A zsák! A játékaim! Semmi remény. A hó teljesen beborította a nyomukat. Ez az első ilyen szomorú karácsony. Nagyon sajnálom, kedves Mikulás. Törpegek! Gyorsan a szánhoz! Jaj! Megelőzzük! Jujujujuj! Juhú! Mindjárt ott a szikla! Utálom a sziklákat! Jaj! Remek volt, kedves Mikulás! Ó, Dulifuli, sikerült! Megmentetted a karácsonyt! Igen, ura! Jaj! Jaj, nem! Segítség! Klorihidra! Ó, hála az égnek! Még megvannak nálad a törpök. Úgy bizony, te nyambatalak. Te jó ég, most mit csinálsz? Meneküljünk innen! Törpegek, a törpjeim! Gyorsan, forduljunk vissza! Ó, Klorihidra, ezt te hogy megkeserülöd még, te randavén boszorka? Boldog ünnepeket, hókuszpók! Yeah! Ne várj, gyere vissza, gyere vissza! Az ördögbe, milyen karácsony az ilyen?
És miután a Mikulás kicsit késésben van, mindannyian segítsünk az ajándékok szétosztásában. Törpjeim, szálljatok a szánra! Ó, hogyan is köszönhetném meg ezt nektek? A köszönet főleg Durifulit illeti. Úgy van, pedig azt hittük, hiányzik belőle az ünnepi szellem. Nem mint hittük, ez törperős. Én, okoska törp, mindig is reménykedtem abban, hogy Durifuli morcos állarca mögött rejtőzik egy csupa szív. Oh! Azt hiszem, indulhatunk. Kapaszkodjatok, barátaim! Ó, ha arra gondolok, milyen boldogok lesznek a gyerekek, amikor kibontják az ajándékokat, úgy örül a szívem. Utálom, ha örül a szívem. De nem tehetek ellene. Ohó, boldog karácsonyt! Szia, törpic úr! Akarsz játszani? Mondottunk azok, még soha nem láttam törpic úrt ilyen rossz kedvűnek. Igen, a törpi bába mindig nevetni szokott. Van valami különleges meglepetésem törpic úrnak. Réfi törp, törpic úrnak most nem a te meglepetésedre van szüksége. Tényleg nem? Na figyelj! Vigyázzatok, ugorjatok hátra! Ez egy tiszta pelus. Épp most pelenkáztam be törpic úrt. Hogy csak abadjuk bálba? Ha engem kérdeztek, szerintem törpic úr valami új, izgalmas játékra vágyik. Téged senki sem kérdezett, bár talán most az egyszer igazad van. Hát persze, hogy igazam van. Törpidú! Keressünk valami új játékot törpicúrnak! Jó, igen, menjünk, keressünk valami! Gyerünk, Durifuli, törpapus biztos tudni fogja, mi baj a törpicúrnak. Ki nem állhatom törpicúr baját? Értem, értem, törpiri. Törpic úr mostanában nem viselkedik törpösen. Hú, törpic úr, nézd, micsoda nyuszit rejt a szakállom. Látod, papus, tennünk kell valamit. Hát nem tudom, pirikém. Kiürítettem a szakállamat, de pic úr még mindig nem nevet. Törp szakál, majd találunk olyan játékot, ami... lenyűgözi. Ügyi, gratulálok, felülmúltad önmagad. Köszönöm, törpapa. Remélem, törpic úrnak is tetszeni fognak a hintalovacskák. Ne keseredjen, Ügyi, a törpieknek nagy örömet szereztél. Nyugi, törpic úrkám, hoztunk neked valami klassz ajándékot. Lesz egy saját békababád. Csak az időt pocsékoljátok, nyilvánvaló, hogy törpic úrnak oktató játékra van szüksége, amilyen a dobozos, beszélő okoska. Egy okoska a zseni törp, kettő, két törp, jobb, mint egy, kivéve, ha az az egy okoska törp. Ezer hód és hörcsök, még a békocinkat is megrémítetted. Ennyit az oktató játékokról. Addig nem tudok pihenni, amíg törpic úr ilyen szomorú. A törpám fütyülőjét, ezt a picúrt nem könnyű szórakoztatni. Bizony nehezebb, mint gondoltam. Mi értelme játékokat csinálni, a törpic úr még csak el sem mosolyodik. Tréfi, tréfi, tréfi. Biztos vagyok benne, hogy törpapának van egy zseniális ötlete. Ugye, törpapa? Sajnos nincsen. Egyik játékunk sem vidítja fel törpic úrt. Ne sírj, kis törpi baba. Van egy ötletem. Úgy látszik, meg kell látogatnunk a játékgyártót. A játékgyártót? Ő kicsoda? Ő csinálja a világ összes gyerekének a játékokat. Igen, neki biztos van olyan játék, ami felvidítja a törpic úrt. Törpidú! Gondolom, itt lakik az a játékgyártó. Nézzétek, mennyi klassz játék! Több mint 500 éve nem jártam itt. Már akkor sem működött a csengő, törpapa. Már akkor is ilyen törpösen működött. Hűha, ekkora játékokat még sose láttam. Ki az? Na hát, ilyet. Már vagy 100 éve nem vetődött erre törp. Van annak 500 éve is, de hát kiszámolja. Megengedett, hogy bemenjünk? Hát, mivel gondolom, ezért jöttetek.
kezdtek? Többen darazsok! Ennyi játékot utoljára csak az ágyam alatt láttam. Bocsásson meg, játékgyártó úr, de gondolom egy olyan tekintélyes szakember, mint ön, szívesen bevesz a gyűjteményébe egy dobozban beszélő okoskát is. Köszönöm, de tűzifám van éppen elég. Nagyon szívesen. Tűzifa? Meg tetszik engedni, hogy egy kicsit körül nézzünk? Tessék csak, tessék, felőlem azt csináltok, amit akartok. Jaj, de jó! Hurrá! Úgy látszik, neki sincs valami jó kedve, nem gondolod, törpapa? De, törpszakál, van egy olyan érzésem, hogy ugyanaz a baja, mint törpicúrnak. A műhelyet semmit sem változott az elmúlt 500 évben. Csak akkor nem volt ennyire poros? Azóta ilyen, amióta nem gyártok játékot. Nem gyártasz? Tehát több száz éven át ezt csináltad. Igen, de már nincs benne örömöm. Miért kínlódjak velük, ha a gyerekek aztán úgyis tönkre teszik őket? A gyerekek szeretnek játszani a játékaiddal. Igen, és mi nagy gyerekek is. Ilyesmiről én semmit se tudok, én csak a panaszokat hallom. Azért jöttünk hozzád, mert Törpic úrnak új játék kell. Akkor rossz helyre jöttetek. Meglátod, milyen örömöt szerzel a játékaiddal Törpic úrnak. Hát igen, látom. És éppen ezért soha többé nem csinálok játékot. Hé, de jó játék! Bárcsak otthon is volna ilyen rúgós botunk. Igen, ezzel még Hami Lekváros bödönyét is elérnénk. Hűha, ez biztos a játékgyártó gépe. Még soha nem láttam ilyesmit. Hát, a dobozban beszélő okoskának ezek a nyomába se érnek. Tényleg? Na és mit szólsz a dobozban beszélő tréfihez? Nagyon tréfis, tréfis. Ja, kerekes cipőket találtam, okoska. Ja. Azt észrevettem. Ne haragudj, okoska, de nem tudom, hogy kell megállni. Most már igen. Beszorultam. Hey, mi történik itt? Jaj, ne! Elindította a játékgyártógépet! Ne félj, Tréfi! Mindjárt segítünk! És velem mi lesz? Meg vagy, Tréfi! Azt hiszem... Utolva, Botkát, minket is magával ránt! Hűha, okoska, segítség! Mindig megint nekem kell kihúznom a törpöket a bajból. Törpic úr, mutasd meg a játékgyártónak, mennyire tetszik neked ez a baba. Állj hátrébb, törpapa, mindjárt megnevettetem, Törpic úr. Csiki, 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 hogy tetszik az új orrom, Törpic úr? Akár haza is mehettek, törpapa. A gyerekek már nem értékelik a munkámat. A törpfám fütyülőjét. Remélem, a törpiek jobban érzik magukat, mint mi. Ez jó pofa, nem? Na, mondd meg a játékgyártónak, Törpic úr. Törpic úr! Elég, törpapa. Kérlek, menjetek és hagyjatok magunkra. Szentséges törpekek, elnevette magát. A törpfám fütyülőjét. Úgy látom, egy régi, kitömött mackó tetszett meg neki. Na hát, gyerekkoromban ez a mackó volt az egyik kedvenc játékom. Már évek óta nem láttam. Igen, akkoriban én is ilyen jókedvű lettem tőle. Ez a játék nagyon-nagyon kedves volt nekem. Úgy látszik, ennek a kis törpösnek hasonló az ízlése. Én századok óta nem láttam nevető gyereket. Elfelejtettem, mekkora öröm és boldogság ez. Őt meg a te játékot tette boldoggá. Talán kicsit elhamarkodottan zártam be a boltot, törpapa. A törpfám fütyülőjét. Ez a beszéd. Igen, törpapa. Talán van még néhány száz évem hátra. Hát ez abba... Mi van, Törpic úr? Szentséges törpegek, ég a boltod! A műhelyem! A törpikeim! A törpfám fütyülőjét! Hol vannak a törpök? Ott vannak, biztosan bemártak a játékgyártó automatába. Gyorsan, törpszakál, a törpek nagyon nagy bajban vannak! Maradj itt, Törpic úr!
segítek a barátaidnak. Ne olyan. Sokkal nehezebbek, mint amilyennek látszanak. Megvannak, törpapa! Hogy nem ránk esett? Újra és újra megdöbbent ez Törpic úr. Ha a tűz elemészti a gépemet, a barátaitok örökre játékok maradnak. De hogyan tudnánk mi hárman eloltani ezt a tüzet? Van egy ötletem, segítsetek gyorsan! Ez szép munka, katonák. Én sem tudnám jobban csinálni. Kiválóan működnek a játékaid. Köszönöm, törpapa. Na most, ha visszafelé indítom el a szarlagot, a gép talán ismét törpöket gyárt a játékokból. Legalábbis nagyon remélem. Törpidú! Sokkal jobb játszani a játékokkal, mint játéknak lenni. Jaj, megint minden a régi. Jaj, ne haragudj, okoska. Semmi baj, ügyifogyi. Ez is jobb, mint okoskának lenni a dobozban. Örülök, hogy megint én húzzálom a saját zsinórjáimat. Hát igen, sokkal jobb érzés. Nézzétek, Törpic úr milyen boldog azzal a kis törpös mackóval. Én pedig rájöttem, hogy számomra az az egyetlen boldogság, ha az ilyen kis manóknak játékokat csinálhatok. Örülök, hogy mindketten boldogok vagytok. Csak azt sajnálom, hogy Törpic úr nem tarthatja meg ezt a kis mackót. Hát azért, mert annyi új játékot adok neki, hogy a macinak már nem lesz hely. Ennél törpösebb hintalovat még soha nem láttam. Igen, csak sajnos Törpic úr nem akar felülni rá. Előfordul, hogy a legegyszerűbb dolgok okozzák a legnagyobb örömet. Törpapa, nézd, mit találtam! Nézd ide, tele van velük az egész fa! Hát én nem tudtam, hogy tessék. A mókusok is gyűjtenek télire érelmet. Az almák! Arra, törperős! Igen, törpapa! Mindenki, arra! Utálom azt, hogy arra! Egy újabb telizsák. Nagyon jó. Így bőven lesz, mit ennünk a télen. Esett a hó. Ki nem állhatunk? Törpapa, segítesz hóembert építeni? Ó, nem, Törpilla. Ahhoz már öreg vagyok. Hé, ki volt ez? Hé, micsoda törpös hóembert építettél, Ami? Csak az a baj, hogy mindig megéhezek, ha ránézek. Mi ez? A riasztó. Tűz van! Törpegek, az él is kabra! Gyorsan hozzatok vödröket, és álljatok sorba a tóig! Mozgás! A törpiskoláját, ez be van fagyva! Jaj! Na te törperős! Törpapa azt mondta, hogy siessünk! Most úszkálásra nincs idő, fiam! Fogom! Ide gyorsan! Fogod? Gyorsabban! Mozgás! Befagyott a víz! Ó, törpegek! Hát ez törpenetes! Hát persze, hogy az, törpapa! Nagy mondás az, hogy egyik baj követi a másikat! Segítség! A tűz kilövi a gesztenyét! Meneküljünk! Imádom a frissen sült gesztenyét!
Na tessék, egy falat élelmünk sem maradt. Jaj, akkor mi is élelmünk? Akkor éhen pusztulunk? Ó, törpapa, most vitévők legyünk. Várjatok, csak ne esetek pánikba, majd kitörpölök valamit. Remélem. Gondolj csak egy manókrémes süteményre, tejszínhabbal és hatalmas áfonyákkal. Köszönöm, hogy ihletet adtál, Havi. Nem sokára megírom az Óda az éjséghez című költeményemet. Sajnálom, te egyedül vagy, mi viszont százával koplalunk. Ha ez így folytatódik, zörögni fognak a csontjaim. Hú, olyan éhes vagyok, hogy megennék még egy hógolyót is. Nem hagyhatom, hogy éhezzenek a törpjeim. Egyetlen dolgot tehetünk. Törpikéim, csak egyetlen dolgot tehetünk. Sajnos el kell hagynunk a Praja falvát. Ezt komolyan mondod? Én nem megyek sehova. Nem akarjuk. Azt nem lehet, törpapa. Ez az otthonom. Én nem akarok máshol élni. Én megértelek, de csak így menekülhetünk meg. Na, de hová menni? Délre. Arra valószínűleg találunk élelmet. Szedjétek össze a holmitokat, de csak a legszükségesebbet hozhatjátok. Készen állunk az indulásra, törpapa. Megyek már. Ó, magasságos törpegek! Viklát a Praja falva. Én ezt nem bírom már tovább. Nem. Bírnotok kell, különben megfagyunk. Maradjatok együtt és mozgás! Egy kastély, gyorsan utánam! Én nem hallok semmit. Elég rosszabbnak néz ki ez a kastély. Lehet, hogy üres. Életnek semmi jele. Nézzünk körül. Hopp. Micsoda szörnyű kosz van itt. Jaj, én úgy félek. Itt nincs mitől félned, ha csak nem magától a félelemtől. Ne félj, okoska, lehet, hogy csak a szél. Nézzük meg, van-e valahol élelem. Nem volna rossz. Szerintem a szélnek nem ilyen a hangja. Az lehet, de nem azért jöttünk ide, hogy minden furcsa hangtól megijedjünk. Törpök, indulás! Mi ez? Majd én elbánok vele. Egy pillanat alatt leterítem, majd meglátod. Nicsak, elszaladt előlem. Ez a hely nem valami bizalomgerjesztő törpapa. Mi ez? Psst, jön valaki. Ez egy szellem. Tudtam. Rohadjunk innen. Tudom, hogy szellemek nem léteznek. De azért talán mégis jobb, ha velük tartok. Törpapa szerint nem léteznek szellemek, és ez nyilván így igaz, mert törpapa mindig... Jaj! Mondd, okoska, mi bajod van? Itt szellemek járnak. Hallottam őket. Mondták már neked, milyen szép vagy, amikor haragszol? Halljátok! Zeneked belő lehet. Remélem, a hasát is szereti. A szellem, hát szellem. Majd megküzdök vele, meglátjátok. Mi ez? Igazam volt, szellemek nem léteznek.
sehol nem érzek ételsagot. Én pedig sehol nem látom törpapát. Talán elkapta őt a szellem. Utálom a szellemeket. Jaj, szellem! Törpapa, merre vagy? Okoska! Jaj! Okoska, miért vagy ennyire? Okoska! Törpjeim, a gyertyatartó nem is lebegett, és a zongora sem magától játszott, és biztos vagyok abban, hogy nincs szellem a páncélruhában. Hát persze, hogy nincs, és én ezt mindig is tudtam, törpapa. Mindig mondtam, hogy a törp gondolkodjék, mielőtt bármit is mondaná. Valahogy rá kellene vennünk ezt a titokzatos szellemet arra, hogy bújjon elő. Tréfi, elhoztad a holmiaidat? Igen, törpapa. Szia, kedves lovag! Ajándékot hoztam neked! Meglepetés! Jól van, uram? Azt kérdeztem, jól van-e? Nem, illetve igen. Jól vagyok, köszönöm szépen. Hát te ki vagy? Én törpapa vagyok, ők pedig a... Törp? Mi az a törp? Az erdőben élünk, de most elmenekültünk a hideg elől, és reméljük, hogy... Törpölhetünk valamit. Van valami törpölni való? Törpölni való. Ők azt kérdezik, hogy van-e valami ennivalód? Várj csak. A kastélyban lakik egy szellem, aki ellopja az összes ennivalómat, de talán még maradt néhány falatom. Igazi szellem? Tessék! Nem valami sok, de sajnos csak ennyi maradt. A többi élelmiszerem lassacskán mind eltűnt. A vacsoránk! Képjük el gyorsan! Te ronda egér! Add vissza a kenyerünket! Ó, törpök, hogy köszönjem meg nektek? Mindent megtaláltatok, amit az egér ellopott tőle? Mi köszönjük a bőkezűségedet, szakóka. Szívesen adnék nektek néhány aranytallért. Én úgysem költeném el mindent. Nem, köszönjük. Aranyra semmi szükségünk, csak élelmiszerre. Minden jót, szakóka. Értem, értem, egérke, de mostantól elosztunk mindent. Kedves törpjeim, szakókának köszönhetően remek lakomát csaphatunk. Elnézést, ki kell mennem. Hami, te nem vagy éhes? Hát, az az igazság, hogy én már útközben is falatoztam egy kicsit. Gyerünk, törpök, húzzátok! Ki nem állhatom ezt a munkát? Megfognád a szerszámos ládámat? Hát persze, okoska. Segítség! Jaj, nekem! Jaj, a lábam! Csak a hóvirágpor mulaszthatja el a dagadságot. Jaj, de az a laboratóriumomban van! Várj csak, törpapa, majd én elhozom neked! Ügyifogyi, ennek te vagy az oka, úgyhogy menj és hozd el azt a hóvirágport, ha nem akarod magadra haragítani törpapát! Ki a manóba? Már is megyek, törpapa, amilyen gyorsan csak... Most átveszem tőled, jó? Már is hozom, törpapa! De okoska, ez így nem igazságos. Na ezt már fújhatjuk. Ne búsulj, törpapa, majd én szerzek neked egy csomó hóvirágport.
De csak egyetlen hóvirág van az egész törpkerekségen, és csak egyszer virágzik minden évben. Ha jól tudom, éppen mostanában. Mondd, merre találom, és én elhozom neked. Örülök, hogy segíteni akarsz, okoska. A hóvirág, amelyre szükségem van, fenn a jéghegy csúcsán virágzik. A jéghegy csúcsán! Ne feledjétek, törpök, a hóvirágot nem szabad letépni, csak a porát hozzátok el, mert csak így virágozhat minden évben újra és újra. Igenis, törpapa. Rajta, indulás! Sok szerencsét! Viszlát! Viszontlátásra! Jó utat! Bátorságotok gyümölcsöző lesz! Törperős, olyan szomjas vagyok, és vécére is kell mennem, és elfelejtettem beágyazni. Visszamehetek? Hagyd már abba, okoska! Itt nincs mitől félnünk! Ne félj már! Törperős, az az érzésem, hogy valaki figyel minket. Micsoda? Ugyan már, Törpilla! Most valahogy nekem is bajós hangulatom támadt. Szerezzük meg gyorsan ezt a hóvirágport, és tűnjünk innen. Ó, nézzétek, ott van. Hát nem gyönyörű? Kíváncsi vagyok, milyen meglepetés vár ránk. Nézzétek, ez meg miféle üreg itt? Nem tudom. Talán jobb is, ha nem tudjuk, hogy mi ez. Szerezzük meg gyorsan ezt a virágport, és menjünk haza. Igen, arra, kicsit feljebb. Vigyázz! Húj, nem érem el. Én vagyok a legkönnyebb. Törperős, próbálj meg felemelni. Ez nagyon kockázatos. Talán jobb, ha... Várj, mindjárt meg vagy. Törpilla! Törpilla odaveszett. Sosem fogunk elfelejteni, Törpilla. Teljesítsük Törpilla utolsó kívánságát, és ezt vigyük el törpapának. Jó, menjünk igazadba. A manóba, csapdába estünk. Csapdába? Jaj, tudtam előre, megmondhattam volna. Törpapa! Nyugodjatok meg, de tudatnunk kell törpapával, hogy bajban vagyunk. Talán füstjeleket kellene adnunk. Oh, nem értem, hol lehetnek, már régen vissza kellett volna jönniük. Abba hagynád végre? Igenis, törpapa. Törpapa, nézd! Ezek füstjelek a jéghegyről. Bajban vannak a törpök, gyorsan egy szánkót. Kérlek szépen, eressz el. Kérlek. Most már. Az enyém vagy. Kérlek, ne tarts fogságban. Vissza akarok menni a barátaimhoz. Nem mész sehová, te az enyém vagy. Ide figyelj, nekem semmi közöm hozzád és ehhez az egész helyhez, úgyhogy eresz. Ne sírj már, köszönöm az ajándékodat, de tudod, én itt majd meg vagyok. Tessék, ez a tiéd. Köszönöm, de én majd meghalok az éjségtől. Várj, kapsz tőlem valamit. Én egy jégcsaptól nem fogok jól lakni. Igen, na várj. Bárcsak itt lenne, törpapa. Bárcsak itt lenne, törpapa.
és Törpilla. Fussatok, törpök, fussatok! Futunk, futunk! Most aztán tényleg üres? Teljesen be vagyunk kerítve. Nincs mese, fel kell vennünk a harcot. Gyerünk, dobáljuk meg! Remek törpjeim, mindjárt odaérünk. Állj, itt szokott virágzani a hóvirág. De eltűnt. És a törpiek is eltűntek. Az itt látható nyomokból ítélve, hógörgetek söpörhette el szegény törpikéinket. Szegény kis hami, törpé már nem halljuk gyomrának korgását. És az a balga ügyi fogyi sem teheti törpé tönkre a másik lábamat. Segítség, segítség, segítség! Ezek a mieink lesznek, életben vannak! Törpilla is él. Törpapa! De jó, hogy végre látunk. Tessék, itt a virág, törpapa, amit kértél. Törpompás, most pedig keressük meg Törpillát, remélem bírni fogja a lábam. Segítség! Segítség! Segítség már valaki! Szégyen maga! Ez az én játékom. Oh, köszönöm, hófaló. Másodszor mentetted meg az életemet. Oh, mi történt a lábottal? A törpök bántottak, azok ott. Itt a hófaló. A törpillának is itt kell lennie. Most elkapjuk a bestiát. Rohamra! Várj! Hova viszel? Gyere vissza, gyere vissza! Gyors be vagy kerítve! Add vissza, törpillát akarjuk! Hagyjátok abba, megijesztettétek. Ez a hófaló nem gonosz, csak magányos. Azt akarja, hogy vele maradjak. Hófaló, nem akarunk bántani. Ez a virágpor meggyógyítja a fájós lábadat. Látod, ez a virág csak a hó és a fagy világában tud létezni, Törpilla pedig csak meleg otthonában él meg Apraja falvában. Tudod, egyedi virágszál ez akár csak Törpilla. De ez a virágszál már nem él törpé. De igen, de igen! Na, mennyi virág! Csodálatos! Vigyetek csak belőle! Csak annyit vigyetek, amennyire szükségünk van! Köszönjük, hogy megosztottad velünk a virágaidat. Mm. Jövőre is visszatérhetünk a virágzás idején? Igen, persze. Akkor ezek szerint minden évben újra találkozhatunk. Buszi! Viszontlátásra! Ma azokat a törpöket ünnepeljük, akik életük kockáztatásával szerezték meg a hóvirágot. Isten hozott titeket! Isten hozott titeket! Már azt hittük, meghaltatok! A léhéktől majdnem. Kérsz még tortát? És ápolsz a szörpet? Ugye nem vagy, ha még kérek? Van egy meglepetésem a számodra, törpapa. Mindezek ellenére azért már jó visszatérni a hétköznapokba.
gyönyörű ez a reggel. Jó reggelt, jajgatő! Óda az őszhöz. Kedvencem a szelíd évszak, mikor langyos szelek fújnak, hiszen az ég még szép húpikék, bár elrepültek már a fecskék. Ki nem állhatom a költőket. Jó reggelt, Szakadka. Jó reggelt, törpapa. Rajta, kapd el. Milyen okos házi legyed van, Szakadka. Nagyon köszönöm, törpapa. Neked is szót fogad, kipróbálod? Nem, köszönöm szépen, most nem érek rá. Havat érzek a levegőben, és törperdész orra sohasem téved. Igen, Csipi, csúnya hóvihar lesz. Figyelmeztetem a törpieket, szia! Figyeljetek, törperős! Most nem érünk rá, törperdész. Lepdázz inkább te is. Itt van, kapd el. Hű, törpuskám, de jót fogunk kirándulni. Ami, Lusti, várjatok! Nem élünk most rá! Törpingáló hatalmas vihar közeleg. Á, törperdész. Pont ilyenkor kell festeni az őszi leveleket. Festeni a leveleket? Hatalmas hóvihar közeleg! Azt mondod, hóvihar? Ó, törpapa, az orrom csalhatatlan és érzi, hogy hatalmas hóvihar közeleg. Lehetséges, hogy igazad van. Megyek, megnézem a tudós könyvemet. Szia, törpöltő! Varrál nekem egy szép szörmebundát ezekből. Ezekből? Csak csúnyát tudok várni. Hát nem baj, föl kell készülnem a fagyra. Fagyra? Megbolondultál? Este érte jövök. Szia! Azt mondta, hogy fagy lesz. Ezek a törpök nem normálisak. A 700. törp esztendő. Törpedésznek igaza van. Idén lesz egy korai havazás. Köztörpé tétedik. Törpapa azt mondja, hogy idén korán beköszönt a tél, úgyhogy azonnal el kell kezdenünk a felkészülést. Egyáltalán nem úgy néz ki, mintha tél lenne. Ki nem állatom az őszi favágást? Meleg van a munkához. Gyerünk, ússzunk egyet. Hű, de jó ötlet. Később is leszedhetjük a kukoricát. De törpapa azt mondta, hogy készüljünk fel a télre, mert... Szerinted ilyen az ég télen, okoska? Hát, ha jobban belegondolok, valóban nem ilyen. Kellemes őszelőkön ilyen az ég, amikor alig van felhő, és... Na, hé! Hé, várjatok meg! La, 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 la. Hű, mennyire meleg van! Törpök, föl kell készülnünk a korai fagyra! Ó, oh, törperdész! Honnan szedted ezt a rusnyabundát? Hát ez mi szicsoda? Valami bolhatanya? Jó, ne vessetek csak, törpök! Akkor is holnap havazni fog! Törperdésznek igaza volt, megérezte a havat. Remélem mindenki felkészült a télre. Jaj, mindjárt megfagyok, megfagyok. Ki nem állhatom a megfagyást? Törp egek, mennyi hó esett le egyszerre? Vigyázzak! Jaj! Vigyifogyi a szemedemet eszi. Jaj. Előre, csak előre, készültetek a télre. Ki nem állhatom a sízőket? Hallgatnom kellett volna törpapára, és több tűzifát kellett volna beszereznem. Nem fázom, én úgy. Ki volt ez a törpesztelen? Jaj, törpapa, miért van ennyire hideg? A fázás nem tesz jót a művészetnek. Attól félek, egy dáthás költőversére senki sem lesz kíváncsi. Jaj, nekem ettől a hidegtől teljesen kék lett az arcom színe. De hát eddig is kék voltál, törpojáca. Oh. Hát nem megmondtam, hogy gyűjtsetek össze elegendő tűzifát.
De igen, csak hogy mégsem lett elég, törpapa. Nem lett elég, hiszen a tél még el sem kezdődött, nem igaz, kis törpjeim? De igaz, csak hogy nem vágtunk elég fát, törpapa. Úgy sütött tegnap. Fröndi mentünk. Csönd legyen! Menjetek be, kíváncsi vagyok, mennyi tüzelőt gyűjtöttetek össze. Hoztam neked egy kis ajándékot, törpeddés. Hát igazán köszönöm, Tréfi. Ó, jaj, nekem. Hé, gyere vissza, kérem a kabátomat. Ez egyáltalán nem vicces, Tréfi. Szia, Jajka törp. Nem látta Tréfit? Új, de hideg van. Jaj. Meglepetés, Jajka törp. Jaj, köszönöm, de igazán nem kellett volna. Hé, gyere vissza azonnal! Állj meg, te! Jajka törp. Jajka törp, hogy került rá a törperdész bundája? A törperdész bundája? Ija. Törpapa azt mondta, hogy mindenen osztozzunk meg. Ezért légy szíves, add ide a bundát, mert törpapa is megmondta, hogy nem lesz a tiéd, okoska. De az enyém lesz, mert én láttam meg rajta először. De nekem állna a legjobban. Jaj, nekem! Engedj! Szétmegy! Add ide! Az az én bundám! Hát ez nem igaz. Jaj, törpapa, mindenki nagyon megfázott. Ugyan már, hiszen ez semmiség. Az ilyen télin át, ha a törp gyökér főzettől azonnal elmúlik. Ó, a törpeségit. Elfogyott a törp gyökér. Okoska, ugye téged kértelek meg, hogy hozzál az erdőből törp gyökeret? Engem, törpapa. De nagyon sok dolgom volt, úgyhogy szóltam Lustinak. Én sem értem rá az alvástól, úgyhogy megkértem törperőst. Te dolgod volt, nem az enyém. Csönd legyen! A gondatlanságotok miatt mindannyian tüdőgyulladást fogunk kapni. Ha csak nem szerzünk valahonnan törp gyökeret. Fáradj be! Törperdél, segítened kell. A törpök mind náthásak, és elfogyott a törp gyökerem. Igazán nagyon szívesen segítenék, törpapa. Csak hát azok a törpesztelen törpök szétszaggatták a bundámat. Már pedig bunda nélkül megfáznál kint. Hát, papa, én is nagyon fázom. Ez nem igazságos. Te is mindig azt mondtad, hogy ha... Okoska, elég legyen! Jaj, nekem! Kékre fagytak a lábujjaim. Ugrálj lábujjhegyen. Következő. Ó, jaj, nekem! Jól megvartad a bundámat, törpöltő. Miért? Mit vártál? Én értem a dolgomat. Mindannyian benned bízunk, törperdész, hogy hozol törp gyökeret. Most már az összes törpnek tüdőgyulladása van, kivéve talán engem. Bízhatsz bennem, törpapa. Elhozom a törp gyökeret. Törp gyökér, itt kell lenned valahol. Jaj, sürgősen találnunk kell valami ennivalót. Kell. Aha, nézd csak oda! Jaj, ez valami ennivalóan édes kis törpnek annyoba lehet. A törp gyökér terv teljesítve. Hello! Viszontlátásra! Kapd el, kis tisztán, kapd el! Világom, Siamiel! Majd én. Már a markomban érezlek, te finom falat. Megvagy, megvagy. Itt vagy a markomban, öregem. Na gyere csak szépen kifelé. Jaj. Adjé, hókuspók, a viszont nem látásra. Ha, 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 ha.
ez már az utolsó rakásból való. Bár csak törperdész itt lenne, és már csinálhatnám a főzetet. Itt van még egy kis tüzelő. Tessék, ez a kedvenc szemétkupacom volt. Igazán nagyon köszönjük, Szakadka, de ez... Krumplihéj, csirkecsontok, pormacskák, pokhálók, halszálkák, kroacilvák, sajtpapírok, és még egy kis kávézac. Hát ez nagyon kedves volt tőled, Szakadka, hálásak vagyunk neked. Igazán nincs miért, törpapa. Halihó, itt a törpgyökén! Ja, jó szemét lesz belőle! Halihó, meghoztam az orvosságot! Nagyon meleg napunk lesz ma, barát törpjeim! Így! Ó! Azt mondta, meleg lesz! Biztosan csak viccel! Mi a törp ez? Az én időjárás jelentésem sohasem téved. La 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 la
ki nem állhatom a nagy takarítást. Ó, még sosem láttam ilyen ragyogónak ezt a tükröt. Ezt a manóságot szerintem itt kimaradt néhány tavasz, törpapa. Lehet, hogy kicsit túlságosan felhalmozódtak a teendők. Úgy látom, törpic úr segíteni akar nekünk. Ne, törpic úr, azt ne! Köszönöm, törpic úr, de nekem inkább a takarításban kellene segítened. Törpapa, ide néz! Törp 100 éve annak, hogy ezt nem láttam. Miről beszélsz? Akkor adtam neked ezt a játékot, amikor te még nagyon kicsi voltál. Igen, emlékszem, hogy játszottam vele, de arra már nem, hogy miféle játék is ez. Hidd el nekem, törpapa, fantörpikus játék ez. Nézd! Na, hogy tetszik, törpic úr? A manóba, törpapa. Lehet, hogy nyárig is eltart majd ez a tavaszi nagy takarítás. Lehet, hogy neked lesz igazad. Ne aggódj, barátom, majd én segítek neked. Mi a manó folyik itt? Ez különös. Az előbb, mintha mást hallottam volna. Csutyoka, na volt az időban. Na, megyek, folytatom a munkát. Törpapa! Törpapa! Mi van, okoska? Biztosan figyelmetlen voltál, törpapa. Majdnem kidobtad ezt a pótolhatatlan értékű könyvet, melynek címe Okoska törp utolérhetetlen bölcsességei. Még jó, hogy erre jártam, és megakadályozhattam ezt a tragédiát. Na de, kedves törpic úr, olyasmivel kellene játszanod, amiből tanulni lehet, nem ilyen ócska régi kacattal. Mondd csak, hová tegyem a remek művemet, törpapa? Tedd csak fel a padlásra. Én is ezt akartam javasolni, törpapa. Törpic úr, hova a manóba tűnhetett? Gyű a manóba! Nem te vagy az első törpi fionc, akit fára röpített ez a játék? De lehet, hogy ezt titokban kellene tartanunk. Így, né, maradj szépen itt, amíg mi takarítunk. Jól van, na, de aztán nekem nehogy a fa tetején végezd.
De törpapa, sokkal jobban tennéd, ha időnként elfogadnád segítőkész javaslataimat. Hol itt a segítőkészség? Jó mulatás, törpicúr! Olyan szükségem van mindig a friss áponyás sütire, mint a növénynek a napfényre. Ki a manó csorhat el a sütimet? Ez aztán a rejtély. Izgalmasabb dolog neked segíteni, kerti törp, mint takarítani. A tavaszi takarításra most nincs idő. Először el kell végezni a tavaszi ültetést. Nincs is fantörpikusabb dolog a friss tavaszi szellőnél. Picúr, ez különös, hová tűnhetett a törpi fioncunk? Tűha, ki tudja? Lehet, hogy a törpiekkel van valahol. A manó mindenit. Nem gondoltam volna, hogy ez megesett. Megkeresem törpicúrt és azt a játékot, mielőtt bajba keverednek. Jó, mit tudnám adni azért, hogy törpöt ebédelhessek? Az jó lenne. Oh, oda néz, szia, mi a ukapás van, oda néz. Én törpöt akartam ebédelni, nem cipőtalpat. Láttad ezt, szia, mi a ú? Igen. Hamarosan remek fogásunk lesz. Egy friss törpicúr. Láttad ezt, szia, mi a ú? Ez a vízi járkány valamiféle különös varázserővel rendelkezik. Lehet, hogy akár törpfogóvá is át lehetne változtatni. Ho-ho, drága kicsi tör, gyere ide Hókuszbához! Hókuszpók! Nézd csak, cicus, nem sokára kiköt az a kis balga! Ha, most megvágy! Gyere vissza már, te ugromókus! Siess már, te haszontalan bolhafészek! Kapd el azt a törpet! Mi csak, törpicúr, úgy tűnik ezzel elpártolt volna tőled a jó szerencse! Én pedig egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz, hogy megkaparintsam a törpöket! Átkutattuk az egész falut, törpapa, de törpicúrt sehol sem találjuk. Ez csak egy dolgot jelenthet. Törpicúr valahogyan kijutott az erdőbe. Ugyan, törpapa, hogyan manóba mászhatott ki törpicúr a járókából? Fogalmam sincs, okoska. Törpegek, lehet, hogy bajba keveredett. Én utálok bajba keveredni. Gyerünk, törpikeim, meg kell keresnünk őt, mielőtt még besötétedik. Helyes? Igen, úgy van, helyes. Ha valami baja esett szegény törpicúrnak, sosem fogom megbocsátani magamnak. Egy törpünk már van, cicuskám, és ennek a varázsgombának a segítségével most megkaparinthatjuk a többit is. Semmi sem lehetetlen, igaz? Igen, igen. Na mondj csak, hogy működik az izé? Hogy akar?
Ó, minek is vesztegetném az időm ezzel a taknyos kis babával. Na majd én egyedül kitalálom. Azt parancsolom, hogy változz törpfogó berendezésé. Törpfogóvá, egyedő! Ó, mi ez? Na majd kinyitom, és megnézem, hogy mi van benne. Jaj! Nézzétek, adok a babádomány! Változz át! Te hallod? Változz már át, te haszontalan gomba! Felejtsük el ezt a nyambat kis gombát, cicus. Jó lesz majd a törplevesbe ízesítőnek. Már csak néhány perc, sziam, jó, és már is felforrt a leves. Jaj, de jó! Mi ez? Mi ez? Azonnal gyere vissza, te kis töpörödő törpördög! Ez nem igazság, ez a határtalan disznóságot! Bizony! Apa! Már alkonyodik, törpapa? Folytassuk a keresést, meg kell találnunk törpicúrt. Ne aggódj, törpapa, úgyis megtaláljuk a kis csavargót. Remélem. Úgy sincs értelme. Mi a baj, törpszakál? Mondanom kell nektek valamit. Mit, törpszakál? Hát az a helyzet, hogy az a... Az, hogy a... Az a... He? Törpicúr! Csicsikál! Hála a törpedeknek, hogy jól vagy. Még sohasem örültem ennyire egy törpnek, kivéve magamat. Csak egyetlen dolgot mondhatok ennek a csintalan törpifjoncnak. Isten hozott végre itthon törpicúr. Hagyjon, adogóvája esikot, jó. Mit akartál nekünk mondani, törpszakál? Kicsoda, én? A törpvilágon semmi, törppapa. Fárasztó napja lehetett a kis csavargónak. Úgy ám, törpszakál, és már régen ágyban a helye. Én ezt most inkább elteszem máshova. Fogalmam sincs, mit evett törpicúr ezen az öreg kacaton. Élén képzeletüknek köszönhetően a törpifjoncok gyakran olyasmit is látnak, amit mi felnőttek nem. Tán sosem fogjuk megtudni, miért szerette ennyire ezt a játékot. Jó éjszakát, törpicúr! Köszönöm.